Sziasztok srácok, és üdvözlök mindenkit ebben az új House Flipper részben. Ugye, ami hátra van, az nem más, mint a hálószoba. Ez a pici rész, illetve természetesen ugye a kinti rész, de hát azt nem tudom, hogy ebben a videóban be tudom-e fejezni, hát több mint valószínű, hogy nem, szóval maximum belekezdek, és akkor majd egy másik részben azt is be fogom fejezni. Hogy is tartottunk? Ott tartottunk, hogy ki kéne találni, hogy hogy nézzen ki ez a piciny szoba. Mindenképpen szeretnék bele egy kényelmes ágyat, ami körülbelül szerintem az egész szobát elfoglalná. Néhány szekrényt, levegő polcot és egy jó lámpát, szóval nincsenek azért akkora nagy elvárásaim. Amúgy ez az óra is nagyon jól néz ki, de hát ne azzal kezdjük már, hanem mondjuk a bútorokkal, menjünk mondjuk arra, hogy hálószoba, és nézzük meg, hogy milyen lehetőségeink vannak. Igazából még azt sem tudom, hogy mennyire szeretném azt, hogy régi stílusú legyen. Úristen, ez de marha menő! Na jó, ez nagyon király. Mondjuk ezt egy hálószobába pont nem szokták, de a helytakarékosság szempontjából vizsgálva a dolgot, szerintem egyébként ez nem is olyan rossz ötlet. Így valahogy jobb. Ez az ágy, ami mondjuk nagyon csúnya így szürkébe. Hát így is elég furcsán néz ki. Aha. Azt mondom, hogy így talán királyul néz ki. És ez most... Mi? Mármint, hogy ez most mi? Hol? Ja, hogy az a csíkja, értem. Na, hát az szerintem legyen sárga. Na jó, nézzük meg ezt a szekrény ágyat. Na, pont erről van szó, hogy szerintem egyébként egy ágy. Wow! Az alapvetően is elég nagy helyet foglalna el, de így viszont szerintem tök jól meg van csinálva a dolog. Helytakarékosság szempontjából. Annyi, hogy egy picikét ezt így arrébb raknám, mondjuk ide. Oda, jó, akkor hagyjuk. Arra kell figyelni, hogy akkor ez a rész, ez igazából, húha, hát nem tudom, nem nagyon berendezhető. Na jó, mindegy. Nézzük meg egyébként, hogy milyen más ágyok vannak. Hát igen. Nézzük meg ezt az egyszemélyes ágyat, hogy ez hogyan néz ki. Wow. Lehetne egyébként fekete is, csak hogy nagyjából lássam, hogy ez hogy férne el. Aha. Szóval ez ennyire jön neki. Mondjuk ez nem az a stílus, amit én egyébként te választanék magamnak. Én mindenképpen nagy ágyat választanék, még akkor is, hogyha egyedül élnék, mert hát azért az mégiscsak kényelmesebb. Esetleg még megpróbáltunk egy olyan dolgot, hogy ezt így ide berakjuk. Aha. Hát figyeljetek, ez mindenhogy eléggé gagyesz. Nézzük meg ezt az ágyat narancsárga ágyneművel, illetve fehér és szürke színekkel. Lehet, hogy ez így még jobban is néz neki. Sőt, biztos. Ezt most ide lerakom. Ezt eladom, mert nekem ez nagyon nem tetszik. És hogy? Ezt rakjuk be ide. Így inkább legyen így, oké? És akkor még ide tudunk majd valamit helyezni. Hát ez nem a legkényelmesebb ágy ever, de jobb, mint a semmi vagy a matrac. Szóval akkor erre a részre pedig esetleg valamilyen tévét, vagy valahogy, nem tudom, szekrényt, vagy valamilyen megoldást keresünk. Szóval ez egy egyszemélyes ágy fiókkal, oké? Akkor ehhez mérten kell keresni bútorokat, meg éjjeli szekrényt, ó, igen. Hát sok lehetősége nincsen. Esetleg talán ezt tudom szürkében, ami hát menne hozzá. Ez meg ugye fém, hát fekete. Jó lesz ez. Aha, hát ez megy hozzá. Viszont ezt az éjjeli szekrényt, ezt mindenképpen ide kell tenni. Jó, hát mondjuk azt, hogy oké. Mert ezt talán, jól látom, ez megy ehhez. Igen. Jó. Fésülködő asztal nem hiszem, hogy kell, inkább egy puff kéne. Aha, ez lehet egyébként más színű, mondjuk ilyen bíbor, vagy milyen ibolya színű. Ez egyébként nem egy rossz ötlet, ez ide befér? Aha, és ez még be is fér ide, szuper. Ó, király, ezt nézzétek, ezt egy kicsit kijebb kéne akkor tenni. Nem annyira, csak egy picit kijebb. Ez most nagyon kijebb lett téve, de nem érdekel, így. Aha, jó, hát nem lehet, hogy ezt egy picikével rakjuk csak beljebb. Aha, nem engedi.
Na, hagyd már. És ezt... jó lesz ez így talán. Lehet, hogy ezt amúgy teljesen berakom. Most pedig kellene néznünk egy gardróbot. Azt is mindenképpen olyan színkavalkádban, színválasztékban, ami megy majd az ágyhoz. Nekem amúgy ez a szürke tökre tetszik. Szerintem ez megy ehhez. Ez abszolút passzol. Egy kicsit azért rakjuk közelebb ígyni. És akkor erre kéne mondjuk esetleg egy lebegő polcot is tenni. Hát a nem tetejére, hanem ugye fölé. Lebegő. Akkor polc. Polc. Aha, itt vannak. Viszont ebből lehet narancsárgát is feltenni. Aha. Hát azt lehet, hogy akkor inkább ide kéne. Ez ide fér? Nem. Sehogy sem fér oda, hát ez nem jó. Itt meg nagyon hülyén mutat szerintem. Mondjuk ez így nem rossz. Csak le ne szakadjon rá, miközben alszunk. Lol. Na ez tetszik, és ez ráadásul még van szürkében is. Szóval lehetne esetleg így egyet. És utána még egyet ennek a folytatásaként. Remélem a jó színt fogom meg. Aha, ez így nagyon, nagyon kis faintos. Szerintem tök jól mutat. Ízléses. Azon gondolkodom, hogy esetleg itt kicseréljük a szőnyeget. Ez miért olyan furcsa ott lent alul? Ez. Na mindegy. Szóval azon gondolkodtam, hogy a szőnyeget ki kéne cserélni, plusz ez így, ez a look, ez így mi. Ej. Lehet, hogy nem is kéne éjjeli szekrény. Mert oké, hogy amúgy alapvetően kéne, de... figyeljetek már, ezt be lehet rakni. Hát ez tök menő mutat egyébként, és tudjuk, hogy ez majd kiszedhető lesz, már hogyha egyszer valaki itt fog lakni. Na jó, akkor nézzünk szerintem dekorációt. Kéne a jó reg kövi rózsa, mondjuk egy... hát ez milyen szín? Krémszínű verzióban. Oda szeretném, köszönöm szépen. Nem tudok ide feljönni, na azért. És ide nem lehet? Akkor inkább ide rakjuk le. Elfelejtettem, hogy ez egy ilyen óriás kövi rózsa. Na nézzünk egy pompás kutyatejet. Csodás. Még egy növény a felette lévő polcra. Ez jó is lesz. Mondjuk ide, tökéletes, és akkor jöhet a többi. Kéne egyébként egy... ez az orchidea egyébként nagyon jól mutat, hoppáka. Mondjuk ide a sarokba. Vagy ide? De az ablakban nagyon szép. De is kéne valami növény, vagy az már lehet, hogy túl sok lenne. Nem baj, egy jó bazsalikumot, szerintem a fehér cserép maradhat. A bazsalikum az nem hiányozhat a hálószobában, oké. Jó kis virágcserepet kell behelyezni ide. Az a baj, hogy nincsen már több dekoráció, ami ide illene. Na, ilyen cseresznyefából, mondjuk ezt ide. Nagyon jó. Tehát, hogy a tál és a virág az egyetlen, amit tudok használni. Esetleg még egy váza. Mondjuk, mit tudom én ide. Egy ilyen aranyhatásút ide rakunk mellé, és kész is. Ennyit tudtam tenni az ügy érdekében. Ide pedig egy hatalmas festményt szeretnék tenni. Milyen legyen? Akár lehetne ez a három egyvelege. Zöld. Jó lesz ez. Egy. Kettő, és akkor ide mellé még egy narancs esetleg. Tökéletes, és három. Hát ezért nagyon jól mutat. Ez egyszerű, de nagyszerű. Talán egy icipicit arrébb raknám. Aha, így királyságos. Jól van, szuper. Ami még hiányzik nekem, az nem más, mint az olyan kiegészítők, amik ilyen speciális peckó tárgyak. Vagyis, hát ez mi? Sauna, lol. Tárolók, vagy ilyenek, igen. Igen, tudtam én, hogy van valami, ami hiányzik.
Hát esetleg akkor ilyen... ez nem jó. Ez nem rossz. Legyen ilyen. Ide. Persze, tökéletes. Ezt egy picit arrébb rakjuk. Jó, és akkor megnézzük, hogy mi van még ezen kívül, amit elhelyezhetek. Aha, szemetes. Na, az jó. Mondjuk egy ilyen szemetest, azt azért kéne ide a sarokba. Jó, így már azért otthonosabb a dolog. Hobbi esetleg. Aha, könyvek. Na, az is nagyon jó. Szuper, akkor azzal is ki tudjuk egészíteni ezt a polcot. Ide felé is rakjunk. Ja, ez ugyanaz jó, akkor mondjuk tudom én ezt ide. Aha, nagyon jó. Tök jó. Ó, és van akvárium. Akár még azt is lehetne valahova tenni. Kérdés, hogy ez hova fér el. Aha. Nem tudom, ide jó-e. De egy berakjuk ide, felkapcsoljuk. Jaj, de jó! Hát te vannak halacskáink! Jaj, de király! Az első élőlények rajtunk kívül. Van gitár is. Kérdés, hogy... ez elfér-e? Mondjuk itt a falon. Aha. Jó, itt is jól mutat egyébként. Na nézzük meg akkor, hogy mondjuk itt. Aha. Esetleg ide. Aha, itt is. Itt is mutat. Akár még így is lehetne. Uh-huh. Hát, hogy legyen. Így. Menő. Nagyon menő. Ennyi volt, amit ki tudtam tenni. Hát ez elég... kevés. Hát megpróbálhatjuk a tévét. Tévé falra. És akkor esetleg... aha, ide kéne rakni. Akkor várjatok, van egy jobb ötletem. Akkor ezt fogom ide tenni. Így, ezzel együtt. És mondjuk ezt is még ide rakom, fölé. És a tévét pedig ide lentre rakom, hogy itt tudja nézni majd az ágyból. Ez szuper, talán egy kicsit feljebb. Jó. Na hát én azt mondom, hogy ez így nagyon szuper, engem egy dolog idegesít, az pedig nem más, mint a padló. Szóval nagyon, nagyon gondolkodom azon, hogy ezt egy kicsit megváltoztatom, és mondjuk egy parkettát helyezek el, mert ha bár én nagyon szeretem a padlószőnyeget, valahogy ez nem mutat jól. Esetleg egy padlólapot kéne szereznem, ami... hát nem is tudom, milyen színű kell, hogy legyen. Hogy menjen ugye a falhoz, meg a többihez. Wow! Na, ez így tök menő. Nem a legszebb. Nem azt mondom, hogy tökre összepasszolnak a dolgok. Én tudjátok, mit... nem kedvelek ebben a szobában? A zöld színt. Hát ezt nem hiszem el. Na jó, inkább akkor átfestem. És szerintem egy ilyen kékes árnyalatra fogom áttenni valahogy. Vagy akár, hát nem tudom, falpanel, nem, inkább a festéknél maradok, és abból az ilyen kékesebb árnyalatot fogom választani, ami ugye természetesen megy a narancssárgához. Talán nem is ez a lime, nem is a királykék, bár mondjuk nézzük meg a királykéket. Na jó, hát ez is szerintem sokkal jobb ezzel a kékkel. Igen, ez a zöld, ez nekem nagyon, nagyon nem tetszett már a végére, viszont így szerintem gyönyörű lett. Egy valami hiányzik még, az pedig nem más, mint a lámpa. Szóval veszünk egy király kis lámpát. Azt mondja, világítás. Ó, és viszont itt van egy ilyen, hogy chill, és ezt már 1000 éve meg akartam venni a falra. Legyen most a narancsárga. És akár... ez mondjuk... ez ekkora nagy SS változatban is? Ez ilyen nagy SS változatban is jó. Hát akkor esetleg, nem tudom, ide alá, vagy ide fölé? Mit szóltok ahhoz, hogy ezt ide raknám? Így. És ezt inkább ide raknám. Ez egy menő. Felkapcsoljuk. Jaj, ez nagyon jól néz ki, gyerekek. Innen meg tudjuk nézni a tévét. Na jó, hát ez nagyon szép lett. Oké, ez király. Viszont ezen kívül azért kéne még egy lámpa, mert ez nagyon édes kevés. Ez a Solar Chiller nem rossz. Próbáljuk ki. Le tudok jönni. És kéne majd egy kapcsoló is. Oké. Na, kapcsoló. A szokásos. Tökéletes.
Jaj, ez nagyon szépen néz ki, gyerekek. Hát ez nagyon jó lett. Menő lett, én azt mondom. Nagyon menő lett. Na jó. Hát gyerekek, én nagyon büszke vagyok erre a kis kecóra. Szerintem ez eszméletlenül jól néz ki. És hát akkor ami hátra van, az nem más, mint a kinti rész. Hát elég sok dolgom lesz, ugyanis szeretnék majd medencét is, meg olyan rendezettebb kertet, mert most így nagyon össze-vissza vannak ezek a fák. Aha, beírtam, hogy tető, de sajnos nincsen. Na jó, mindegy, hát akkor... akkor marad ez a tető olyan, amilyen. Még egy valamit szerettem volna egyébként, ez pedig nem más, mint itt függönyt felrakni az ablakra, mert írtátok, hogy úristen, belátnak. Szóval egy inkább, hát egy ilyen redőnyszerűt raknék fel, már a felfér. Szuper, össze is szereljük akkor. Aj, nagyon jó. Szerintem én ilyet még nem is szereltem. Oké, király. És akkor ki tudom nyitni, és be tudom zárni. Szuper, ez nagyon szép. És nekem ez a... milyen színű ez pontosan? Pasztel rózsaszín. Ez nagyon tetszik. És mivel este van, le is húzzuk. Szuper. Na és így már elvileg nem látszanak a be? Na jól van, srácok, hát írjátok meg, hogy nektek hogy tetszett ez a szoba, hogy mennyire jön be nektek ez a stílus. Nekem iszonyatosan bejön. Szerintem baromi jó lett, és nagyon hangulatos, bár azt már sajnálom, hogy nincsenek egyéb kiegészítők, ugye a könyveken, a virágokon, meg ezeken a dobozokon, vázákon, és hát ja, körülbelül ennyi a lehetőség, ezeken kívül nincsen más. Ez a chilles, ez most egy kicsit azért feldobta a dolgot. Egy kicsit, jaj... ó, de jó, nagyon menő, na a zseblámpával is tudok virágítani. Szóval egy kicsit azért ennek örülök, mert feldobta a szobának a hangulatát, és szerintem a más szín is nagyon jót tett neki, tehát nem a zöld, illetve a korábbi padlószőnyeg, hanem ez a sötétebb padlólap, illetve ugye ez a kék szín, vegyítve ezzel a téglás beütéssel, szerintem ez tényleg nagyon hangulatos lett. Ugye a bútorok fehérek lettek, és lett egy király kis tévé is, amit lehet innen nézni az ágyból. Csak hát ugye addig már nem jutunk el, mert ez nem egy ilyen életszimulátor, hanem csak ház. És hát a következő részekben találkozunk, addig is legyetek jók, és sziasztok!